Szeretett összhangzom miniszterelnöket, polgármesterület vendégeinket és a sajtóban mennyi képviselőjét. Most a modern városok program keretében együtt is megállapodás megállásának közösen Magyarország kormánya és Pécs megyei város kormányának között. Felkér a miniszterelnöket és polgármesterület, hogy lássák el kérdődik el a megállapodást. Amely egy komplex ilyen volt a fejlesztési tartalmaz,
Ebben a történetben nem alakulás, ezt kérjük most a második jelentésre. Szeretném megköszönni szerelem úrnak és általán a kormány nevében, és normálisan azt, hogy rendkívül pozitív, rugalmas hozzáállással, segítőségével követett a problémákkal, és ebben masszalás tárgyalásnak a kormányhoz. Köszönöm. Pécsiek első helyre a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés kérdésében.
Második hely egy új vásárcsalak megépítését, ami szintén a gazdaságfejlesztés kérdésköréhez tartozik, és abban a bizonyos kérdésben, amelyet szabadon jelöltettek meg, ott pedig az Akapart és Szabadonkörű Központ megépítését jelölték meg Szívkvárra. Ennek megfelelően a mai tárgyalások is úgy zajlottak, hogy középpontban a gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési kérdések álltak. Ahogy a polgármester úr említette, megállapodtunk arra, hogy 2016-ban elkezdődik az M6-os útnak az építése, Pécstől az ország határig. Az a ígéretünk van a hozzám barátainktól, hogy mire mi elérjük az ország határt, ők is el fogják érni saját autópályáitól az ország határt. Következősképpen létrejön az összeköttetés Szabadonja és Pécs városa között, amit szerintem komoly gazdasági lehetőségeket foglal magában. Abban is megállapodtunk, hogy az M60-as is megépítjük szintén az ország határig. A pécsiek szempontjából nem mindegy, hogy hol kezdjük építeni, mind a két irányból építeni kezdjük, ez volt a polgármester úr javaslata, ezt mi elfogadtuk, aminek az értelme a pécsiek szempontjából, hogy mindegy 5 km-es szakasza ennek az útnak lényegében Pécsváros elterületén szolgálhat majd. Tehát jó reményünk van arra, hogy még ebben a ciklusban ez a munka is megindul majd. 2016-os megindítjuk, és reményeim szerint az M6-osról beszélek most, be is tudjuk fejezni, az M60-as pedig megindítjuk ebben a ciklusban. Bár még van először egy tárgyalás a mai nap során, ami az egyetemi vezetőkkel történik majd meg, mégis tárgyalhatunk az egyetem kérdéséről. Ha megengedik itt, csak annyit mondani önöknek, hogy az egy közbölcsesség, hogy Pécsváros legnagyobb erőssége maga az egyetem. Ha a jövőt akarunk tervezni, és minőségi jövőt akarunk tervezni Pécsen, akkor azt az egyetem városán érdemes megterveznünk. Most egyetlen kérdés említek csak meg, az önök városában ma 2300 külföldi fizető diák él és tanul, ezt a számot 5000-re fogjuk emelni, illetve megteremtjük annak a föltételeit, hogyha az egyetem képes jó képzést nyújtani, akkor akár 5000 külföldi diák is élhet, és városában is tanulhat a pécsi egyetem, ennek a feltételei a magyar kormány vállalja. Kérdések az, hogy tudnak elérhető színvonalas oktató, színvonalas képzés megmutatni ahhoz, hogy ezt a létszámot 2300-tól 5000-re fölzőkkel töltsen. Beszéltünk ipari telepfejlesztésről, Pécsvárosának egyik gondja, hogy azért kisebb, gyengébb a tőkevonzó képessége annál, mint ami logikus lenne, mert nincsenek szabad ipari fejlesztési területek, amik vannak, azok pedig inkább a régmúltat idézik, és nem pedig modern ipari csarnokok világát, amelyek a beruházásokhoz szükségesek. Most megállapodtunk arról, hogy szükséges területeket meg fogjuk vásárolni, és a szükséges ipari csarnokokat pedig föl fogjuk építeni. Itt minimum 90 hektáros déli ipari bővítésről állapodtam, ez a minimum, amit meg fogunk tenni, de ezen túl további részletkérdésekről is tárgyalunk majd, tehát lesz elegendő ipari park területe Pécsvárosának ahhoz, hogy komoly beruházásokat tudjon mondani. Felállítottunk tisztelt Hölgyeim és Uraim egy munkacsoportot, 5 év telt el a Zsolnai Kulturális Központ megindítása óta, ideje, hogy áttekintsük a tapasztalatokat. Ez egy nagy siker, Magyarország egyik nagy kulturális sikere. Most beszélünk a Zsolnai Kulturális Negyedről, a Kodály Központról és a Pannon Kulturális is, akiknek itt van az otthonunk. Lesz egy tárgyalás arról, hogy ezeket milyen rendszerben működtessük a következő időszakban. Az biztos, hogy a szolgáltatások színvonalából, a kulturális teljesítmény színvonalából nem fogunk engedni a jövőben sem, hogy a terveket, ennek az egész kulturális komplexumnak a tervei, ilyen arányban osztott a város és a kormány között, tehát egy munkacsoport tárgyalat köszönjük majd a későbbiekben. És tárgyalatunk természetesen a sport és szabadidő kérdéséről is, utána választanak a parkot szeretnek, ezért azt javasoljuk, hogy a parkkal vonni össze az a építését is ezeket egyszerre valósítsa meg. Ennek a részletét is tisztázni fogjuk. Az ehhez szükséges forrásokat a kormány örömmel bocsátja rendelkezésre. És végezetül volt még egy kérdés, amely nem a fejlődéshez kapcsolódik, de előkerül ez a nukleáris létesítmények és Pécsváros viszonyrendszere. Amikor ide érkeztem, akkor is találkoztam itt fél tucatnyi ingerült és üdös emberrel, pontosan nem értem az ingerültségük és a rügyüknek azokát. Pécs városának nagy hagyománya van, hogy ilyen kérdéseket hogy kell rendezni, és
a magyar kormányok is van nagy hagyománya, hogy a pécsiekkel ilyen kérdéseket közösen rendezni. Világos irányelveket követünk, pécsieknél ilyen kérdésekben nem lehet dönteni. Az lesz, amikor a pécs és a pécs környékén akarnak ilyen kérdésekben, de a konkrét kérdésben is. Pécs városa és a pécs környék települések döntésre jussanak, nem szükséges tehát a kormány ellen tüntetni, mert ezt a kérdést nem a kormány fogja eldönteni, hanem Pécs városának javaslata alapján közösen fogjuk megtalálni a megoldást, ahol elsőséget kap Pécs és a Pécs környéki emberek véleménye. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném még egyszer megköszönni a polgármester úrnak az 2009 óta sok együttműködést, köszönöm, hogy Pécs városa az elmúlt kapesztendőben mindig jó határozott a kormánynak, a kormány is erre törekedett, remélem, hogy az előttünk álló években az együttműködés folytatódik, és úgy, hogy szeretnénk minden magyar, így a pécsiek is egy lépést, minden település Magyarországon szeretnénk, így Pécs városa is egy lépést a következő években fontos lépést tehet. Gratulálok, polgármester úrnak! Nem lehet
olyan szerződést kötni, olyan megállapodást aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Vagy mi nem tudhatjuk meg pontosan, hogyan ki befejezhet az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítás alapján várhatjuk az ország felemelkedését, vagy megmenekülését. Ez a mi életünk, ez nem a kormány biznisze, és aki elveszítünk a választókérdés, választóképviselőtől a valóság megismerésének jogát, az valójában a kulcsot már végre a magyar alkotmányos rend, és a magyar mint képviselői, valamint a magyar mint felszemben. És azon a kérdésem, hogy most tulajdonképpen a paksi típusítás az attól is függ, hogy a kormányok a maga ellenzéknek. Viszont arról beszélünk, csak hogy ilyen is pontosan értsük a kérdést, hogy volt Magyarországon egyszer olyan kormánya, amely úgy kötött egy megállapodást a déli államokkal vonatkozóan oroszokkal, hogy elmondta a parlamenti jogát a kérdés megvitatásáról. És mindenféle a parlamenti vita nélkül, a parlamenti vitát megtagadja a szerződőt le. Azért fontos, hogy nézni, mert most pont az ellenkezője a pedig Magyarországon. Tehát amikor eldöntöttük, hogy a kieső paksi blokkok helyére úgy tudunk építeni, és erősíteni, sőt, ha lehet, akkor növelni tudjuk Magyarországon nukleáris energiatermelő képességét, akkor kettő törvényt kaphatunk meg. Tehát a kormány kérdés bevitte a parlament elé, a parlamenti képviselők megvitathatták, és két törvényt hozhattak. Egyet a pénzügyi kérdésekről, egyet pedig magáról a konvencionális megoldásának a szándékáról. Ez nyilvánvalóan más, mint amikor nem viszik a parlament elé ezeket a kérdéseket. Tehát úgy jártunk el, hogy vállalunk, és hogy egyébként ezt helyesnek is látunk. A titkosítás kérdését az egészen más szemben kezdve érdemes nézni, mert az nem a pénzügyi kérdésekre és van megvalósításra, hanem műszaki kérdésekre terjed ki. Ez egy érdekes evolúciós vita, milyen mértékig szabad bizonyos műszaki megoldásokat titkosítani, és milyen mértékig egészségtelen már az. Ilyenkor nemzetközi sztenderdekhez érdemes igazodni, mi azt a megoldást választottuk, hogy Finnországban épül most egy atomerőmű, orosz mind együttműködésben, műszakilag a milyen keresztül. Ezért mi azt mondtuk, hogy minden olyan adatot, amit a Finnországi beruházásban nyilvánosságra hoznak, a műszaki kérdések között, mi is nyilvánosságra hozunk, tehát a finn sztenderdet választottuk, ami Európa egyik legmagasabb és legtranszparensebb sztenderdje. Tehát ami jó a finneknek, azt gondoltuk, hogy az jó lesz a szolgálatnak is. Azt hiszem nem tévedtünk, ezt a kérdést igyelemesen összefoglalva. Két törvény, amely magát az atomerőműtől és a pénzügyi kérdésekről szól, és a Finnországon belett átláthatóság szabályok érvényesítése Magyarországon. Tisztelt miniszter, a nyilvános. Milas László vagyok, a PPS-re kommunikációs munkatársa, itt vagyok jelen. És kérdésem az lenne, hogy az utóbbi hónapok problémái, illetve ezzel kapcsolatos gazdasági problémák, miként befolyásolják a tanulásokat, közbúvásolják a tanulás nagy híve, és ehhez kapcsolatban, mikor lesz Pécsett korszerű modell a Mutatók stadion, és a tavalyval kapcsolatosan rendkívül sok adományon kerünk ország szerte. Marad a tavaly rendszeren, és a igen, mit kívánok a adományai megszüntetése érdekében tenni. Köszönöm szépen! Nagy tisztelője vagyok az Önök klubjának, amikor még fiatal voltam, és aktívan sportoltam, akkor a PBSK bajnokságban volt sorolva a Székesvéti Mártonban. És volt a PPSK, akivel mi székesvegyet álljak, könyvítás és kérsés ügyében élethalált üzemetet vittünk, úgyhogy örülök, hogy egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező egyesületnek még itt köszönhetjük a képviselőt. A stadion lépik már Pécsi stadion építés kérdésében, engedjük meg közös azt mondjam, hogy ezt választjuk le a gyerekek. Tehát azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a pécsi gyerekeknek megfelelő körülmények között, megfelelő minőségben, megfelelően képzett és intelligens edzőkezme alatt lehetőségük legyen a sportolásra, hogy kérdezik a tanulás. Ez a legfontosabb. Tehát a Pécsi Labdarúgó Akadémiák, amik kezdeményei tulajdonképpen megvannak, azt mindenképpen gondozni, ápolni és fejleszteni kell, mert ez a mi gyerekeink jövőjéről szól. Ettől el kell választani a profi labdarúgás jövőjét, amire azt tudom mondani, hogy nekünk is a kapcsolatos stadion építés, ahol azt tudom
egész addig, amíg nem dől el, hogy mely csapatok tudnak indulni az NBA-be, vagyis marad meg a licenszük, amelyet most bírál a szövetség, addig korai bármilyen nagy teljesítményfejlesztésről beszélni. Ha ezt láttuk, akkor tudunk erről majd érdemben beszélni. Ez valamikor, ha jól olvasom a újságokat, akkor ez már is még egy önnyékén várható döntés. Akkor ez egy világos helyzet. Az önök városok csapatok kerül egy tervezhető jövőt átmondó helyzetre, és akkor szívesen állunk a rendelkezésükre, hogy megtaláljuk egy együttműködést. Ami a tavuk kérdését illeti, amennyiben ott vannak anomáliák, és én is olvastam azokat a kínságokat, amelyekből ön most itt a véleményét részletből szállította, ilyen anomáliák létezhetnek, ebben azonban a sportági szakszövetségeknek van felelősség. Tehát azt nem tudom vállalni, és ezt nem tudja vállalni a kormány, hogy a kosárlabda, a kézilabda, a jégkorong, vagy éppen a labdarúgás, tau pénzének igénybe vételi körüli ellenőrzéseket tevődik. Ehhez mi nem értünk, ez újságosan messze van tőlünk, ezek a sportági szakszövetségek értenek, akik egyébként ismerik ezeket a sportágokat belülről, ismerik az összes szereplőt, pontos tudásunk van arról, hogy mi történik. Az ellenőrzéseket, tehát a szakszövetségeknek kell elvégezni, és ott visszaélés tapasztalnak, akkor azt tudom megígérni, hogy a lehető legnagyobb szigorral fogunk tartani, és írtunk ki minden, ami visszaélésre ez a támogatási rendszerrel. A tavalyi nagyszerű találmány, ha a tavaly nem lenne, akkor Magyarországon sem támogatás, sem sport alig tudna működni. Ezért nem szabad a földöző szerelmi gyereket is kijönteni. A szövetséget kell arra kérni, hogy precíz, pontos ellenőrzéseket végezzenek, az állam pedig ezeknek a csillagoknak az eredményeket komolyan, és a szükséges jogi lépéseket tegye meg, meg is fogjuk tenni, nem fogjuk habozni, de a vizsgálatoknak a vizsgálatok eredmény a szövetségek találkozik. Az új Miniszterelnök úr, valószínűleg önállóan állapotok. Az ipari parkfejlesztés örömteli dolog, de Pécsen nem még készült el egy címet is ilyen ipari parkot, amit fejleszteni a ipari park, és az emberekkel a konzultációban ön is említett a munkahelyteremtést jelölték meg elsőként. Beszélt az emberekkel, az látszik, hogy több ezer munkahely hiányzik Pécsen. A harmadik mindenki nem örül, de hisz harmadra lenne, hogy 15-re lenne szükség. Szakértők szerint Pécs városában is a legjobb szándéka mellett sem tud ilyen jellegű beruházást Pécsre vonzani. Ez csak is kormányzati segítséggel történhet meg. Kormányzati szinten dőlnek el azok a beruházások, amelyek ilyen nagy csatornák. Van-e már arra valamilyen esély? Tehát önök esetleg olyan külföldi befektetőkkel, befektető jelölteket, akik Pécsre jelnek? És milyen ipari területen képzelhető ez a Pécs? Köszönöm. Először is oszlassunk el egy félreértés. A nagy beruházások nem kormányzati szinten dőltek. Az jó volna, ha így nem lenne boldogan ember nálam, ha azt mondanám az Odinak, hogy maguk pedig ezen túl nem itt, hanem ott várnak fel. És ha Mercedesnek megparancsolhatnám, hogy nem itt, hanem ahol kell fejleszteni. Vagy azt mondhatnám, hogy érkező beruházol, akkor lehet, hogy az ország nyugati sarkát nézték ki, de úszok, hogy jönnek be a délibe. De ez nem így működik. A helyzet hát úgy áll, a nagy beruházásokhoz döntés nem kormányzati, hanem beruházói szinten születik. Amit a magyar kormány tehet, és ezt meg is tesszük, hogy ajánlatokat teszünk ezeknek a nagy beruházóknak, hogy mit érdemes fölkeresni, mely városnak érdemes fölkeresni. Erre van egy ügynöksége a magyar kormánynak, amely ezt a munkát végzi. Pécsvárosa mindig szeretett. Ide mindig eljönnek, megnézni a lehetőségeket. Tehát nem az a probléma, hogy nem tudnak önökről, vagy nem hozzá őket a lábszínűek. A baj az, hogy nem maradnak itt. Általában más város választanak, és nem Pécsváros. Ma erről beszéltünk a polgármesterről, hogy milyennek az oka. És arra jutottunk, hogy a polgármesterről ezt a tanácsot kapott, és ez kerül be a megállapodásba, hogy megfelelő méretű ipari park, és azonnal igénybe vehető megfelelő gyártócsarnokok, gyárnépesítésére alkalmas üzemcsarnokok nélkül a beruházók nem fogják Pécset választani. Ezért döntöttünk úgy, hogy területeket fogunk vásárolni, és a területeket pedig iparcsarnokat fogunk fölépíteni, amikor aztán befektetők vonzani már leginkább az önök feladata lesz, mi ide fogjuk tovább is kújnani az érdeklődőket, legyenek kedvesek valaki okosságot kitalálni, hogy ha már lesznek majd területek, mondjuk majd parkok, még is maradjon. De ezt a kormány garantálni nem tudja, legyenek szépek, vonzóak, tegyenek mindenki ajánlatot, legyenek munkahelyen, utasságban, az egyetemben elő lehetőségeket,
válaszol, hanem kerüljön bele a kalap a Pécs városa. És ennek a föltételét mi megtehetjük a következő években, hogy aztán tudnak élni a lehetőséggel, ez már a Baranyainak, illetve Pécs város lakóinak és örökőinek ezt a feladata. Tehát röviden válaszolva a kérdésére, mint eddig, ezen túl is minden magyarországi kérdezői magyarországok el fogunk küldeni Pécsre is, hogy tanulmányozunk. Ungár Tamás Ödöl és Szabadság munkatársa. Mi szerint, hogy ennek örülök azt mondta, hogy Pavonyán Bálint szerepel a kormány kifizetési listája. Azóta azon sok két dokumentált, hogy együtt mozgott a miniszterelnök úr, amivel Fideszes lehetődők el Pavonyán Bálint. És ennyi, hogy tulajdonképpen Pavonyán Bálint az utoljára a politikai jelentést a kormánynak, vagy a Fideszes lehetődőknek, de részt vette abban a kérdőjének a kidolgozásával, ami alapján a kormánynak kimunkálja a migráns politikát. Múltkor is elmondtam, hogy sőt nem múltkor, hanem a kormányzati munkák kezdetén a miniszterelnöki esküvőjével az első mondatom, amit a tisztelt parlamentben is megtettem, hogy a kormányzást úgy kell kezdeni, hogy helyre kell állítani a szavak helyes értelmét. Ehhez sok segítséget nem kapok önöktől, de ennek ellenére ezt a dolgizmai küzdelmet, ezt folytatom. A politikai tanácsadó magyar közjogban az egy jogi kifejezés. Tehát nem arról, hogy kivel szokott az ember beszélni, hanem arról, hogy létezik egy jogi kapcsolat, intézmény, személy és kormány között. Szerintem világosan a politikai tanácsadó, amit önök politikai disputa kifejezésének használhatnak használni, az nálunk jogi kategória. És ezért konzekvensen a tényeket ragasztóban azt kell mondanom, hogy pontosan nyilvánosság számára megismerhető módon dolgoznak tanácsadók, politikai tanácsadók a miniszterelnökségben, és dolgoznak a minisztériumokban is, ebben semmi gond nincsen. Hogy egyébként én ezeken túl, ezeken az embereken túl, kinek kérdezem meg a véleményt, kire hallgatok a felségeknek túl, ez meg az én dolgom, tekintettel arra, hogy minden döntésért én viselem a felelősséget. De semmi értelme nincs azután kutakozni, hogy egyébként beszéltem vállalkozók arról, hogy mit kéne csinálni nagyon politikai kérdésben. Tehát akárhogy is beszélgettünk mi együtt, és akármilyen tanácsot is kaptam tőle, a végén a döntést a kormánynak és nekem kell meghozni. A felelősséget pedig én vállalom érte. Én tudom, hogy a leskelődés és a politikai típsó egy egyszerű műfaj. Tehát szeretném tudni, hogy éppen hol vagyok, mivel beszélek, és éppen mit mondok nekem. Ez értelmező izgalommal tartja a Kálimán kultúrán fölnőtt magyar politikai egyszer. Szeretném kérdezni, hogy az ország sorsában egy nincsen semmi köze. Az ország sorsához annak a közé milyen döntéseket hozunk. És az a döntések jók-e, vagy sem. Ezeket a döntéseket nekünk megválasztott és esélytett politikusoknak kell viselni a felelősséget. Ez ezután is így van. De ha van egy remek politikai ötlete, vagy tanácsa, ne tartsam magát, küldjen nekem nyugodt, ahogy azt tudjam mondani a következő alkalommal, hogy a Népszabadság tudósítójának a politikai tanácsa, és kíváncsi vagyok, átadhatom használható abban is. Általában a konzultáció is egy innen megközelítendő kérdés, mert szörzőtát lenne azt a kérdés, azt a egyébként indokoltnak látszó kérdés, hogy miért kell konzultálni, hogyha a döntést is a kormány tudja meghozni. És szeretném világosan tenni, hogy az a körülmény, hogy a politikai felelősség szabályok szerint a döntéseket a kormánynak kell meghozni, az nem mond ellent annak, hogy egyébként mindjárt ember véleményét még meg kell ismerni. Ezért a nemzeti konzultáció az fontos dolog. Minden nemzeti konzultációt a miniszterelnök jegyez. Én küldöm ki a levelet. Minden kérdés, ami ott olvasható, az én felelősségem. Ha bárhol, akkor is. Ha élesen végek, akkor is. Tehát a konzultációs kérdés miatt is teljes felelősséget jól magam viselek, azzal a kiegészítéssel, hogy ezeket a kérdéseket a kormány is megtárgyalta, és a kormány is elmondhatta a véleményét. De az én nevemben, az én kísérő levelemben mennek ki, mint az összes eddigi konzultáció esetében, az alkormányok, szociális kérdésekről, vagy éppen a gazdaságról. Tehát a nemzetügyi konzultációs papír esetében is, amely ön most rákérdezett, most a következő konzultációnál is így lesz. Vannak még az RTL kiadótól, azt kérdezik, hogy a legalacsonyabb keretében dolgoznak az egészségügyi dolgozók, nem tudom azt mondani, hogy megválaszolni a alacsonyabb bérük és naponta lemegyi külföldre, de nem azt mondta, hogy 5 éven belül rendezik az egészségügyi dolgozók keretét. A közös jogi oldalakon azt mondták, hogy ez elég üres ígéret, hiszen kaptunk egy 500-es politikai véleményt kérdeznek, de az általában kérdezik semmiért meg sem közelítik valaki, 25 év után 600 forintért dolgozik éjszaka. Ez egyik kérdésem.
a másik pedig az, hogy jogi idők szerint törvénytelen az, hogy nem tüntetem meg az ön ház előtt, ön szerint korlátozható egy kialakszatáltatóság. Köszönöm. Az utóbbi kérdés azt van válaszolni, hogy utána én nem egy miniszterelnöki rezidenciában lakom, hanem saját házamban, egy magánházban, ami ráadásul közös telken van más házzal és van szomszédom, és körülbelül emberek laknak. El tudja képzelni azokat a reggeli pillanatokat, amikor nem csupán én, bár két gyerek esetében még az mi életünk is így áll, hanem ott mindenki megindul a munkába és vissza a gyerekeit, és akkor jönnek mindenfajta emberek, mindenfajta elműködtetekkel, és ott sok minden van, csak éppen normális életünk. És szerintem a vélemény kifejezésnek a joga az mindenkit megillet. Szabad véleménynyilvánítás joga is megillet, a szabad gyönekezés joga is megillet, de ezt nem kell csinálni másféleképpen. Helyes. És nem csak a saját hangon beszélt, hanem általában a saját hangon tudnék egy lakóközösségét is. Tehát én helyesnek gondolom, hogyha megtalálja a rendőrség, vagy a bíróság, akik erre jogosultak, azt az arányt, hogy hogyan kell megadni a lehetőséget szabad véleménynyilvánításra, és hogyan kell egyébként lehetővé tenni a további sikerséget. Illetve nem arra van a politikai szabadság, hogy egymás életet követni. Ez a személyes véleményem a kérdés. És ezt én is fogok egyébként eljárni, és ezt gondolom ebben a kérdésben. Na most, ami a másik volt a véleményes kérdése. Én azért vagyok híve a valócsökkentésnek, és különösen jön a valócsökkentésnek, mert az valójában véleményes. És nagyon sok nehéz vitát meg lehet spórolni ezzel, hiszen ha csökkentjük az adókat, akkor nőnek a vérei. És ha csökkentjük a jövedelemadót, akkor mindenkinek a vérei, mindenkinek a vérei. Akkor nincs az, amikor hogy vérezzét emeljünk, miért nem azt emeljük a közszíráit, akkor emelődik közben a magánszektor adókat. Kidasságos egy. Ezeket a vitákat mind zárójelben lehet tenni abban az esetben, hogy egyébként egy kormány, mint hogy mi vagyunk, az adócsökkentés kormány, és adócsökkentés révén próbáljuk egyenletezni a helyzetre hozni az összes emberben. Ez tehát a mi politikai filozófiánk legfontosabb állítás. Emellett azonban önnek abban igaza van, hogy vannak szakmák, amelyek egyébként nem az elmúlt 4 év eredményeképpen, hanem megelőző 10 év eredményeképpen méltatlanul adófizetett helyzetben vannak. Az egészségügyi dolgozók kétségkívül ebbe a körbe tartoznak. De ha megnézzük, hogy a mostani kormány mely állami alkalmazásban álló, közalkalmazásban álló csoport délig emelhető a legelőször, akkor az egészségügyi dolgozókat fogja találni, még 12-ben és 13-ban. Még a pedagógus érpálya bevezetése ellen. És most is sok pénzt költünk az egészségügyre, mert a háziorvosok ebben az évben is, és a következő évben is, a számokat nem akarok mondani, de és több 10 forintnyi jövedelemről beszélünk, az ő helyzetük igyekszik elteszni. Közben vezetjük az életpályát. Rendőröknek, katonáknak, közigazgatási dolgozók. Nincs, hogyha az adócsökkentés révén minden magyar ember anyagi helyzetén próbálunk javítani, akkor a méltatlan helyzetben lévő szakmákat is el akarjuk érni a tisztességes bérszínvonalát. Az egészségügy esetében is így vagyunk ezzel. Az, hogy nem tudok egyszerre, vagy nem tudunk egyszerre 5 lépést megtenni csak egyet, erről nem a kormány szándéka lehet, hanem az országgazdasági helyzet. Az országgazdaságon teljesítünk most, akkor mindig lesznek olyan csoportok, amelyek több lépés megtéve fölzárkóznak az elfogadható és méltányos bérszínvonal mértékére. Miközben folyamatosan csökkentő fogunk az adókat. Így most éppen a háziorvosok helyzete jobb a bajnok valamelyes, de az egészségügyi államtitkár reményei szerint és tárgyalási alapján azt mondhatjuk, hogy javulni fog az egészségügyben dolgozó helyzet és a következményben. Egy dolgot biztosan mondhatok, a költségvetés most kezdi tárgyalni majd a parlament, nincs olyan ágazat, és nincs olyan foglalkozási csoport, akinek a helyzete romlana Magyarországon a következő évben. Ha visszagondolunk az elmúlt 15 évre, ez nem kis eredmény. Viszont számos csoport helyzete pedig javult. Én jó vitának tartom azt, bár nyilván ingezőt és érzelmekre terjesztett viták ezek, hogy melyik csoport még milyen mértékben javuljon, hogyan menjen előre, ki gyorsabban, ki lassabban, de a lényeg, hogy rosszabbul senki nem jár, mindenki tervét lépés előre, mert általános adócsökkentés, jövedelemadó csökkentés lesz, és egyes ágazatok pedig az életpályamodell segítségével előrébbisítnak, mint a korábban voltak. Ez összességében az, amit vállalni lehet a Magyarországon. Az a vélemény, aki ennyire többet ígér, hogy azt akarja elérni az emberekkel, hogy a gazdaság mai teljesítményével tenni, többet is lehet tenni. Utolsó kérdés feltételére a lehetőség. Köszönöm, miniszterelnök úr. Egy, kettő. Egy. Ütközési felvelé.
elmondta a miniszterelnök úr, hogy az 56-os és az 56-os út el fog érni az ország határig. Jelent-e ez majd egyfajta szélesebb, úgymond közeli délítást? Milyen lehetőségei lehetnek akár Baranyának is a délszáv kapcsolatban? Az elmúlt 25 évben, amikor Magyarországnak az volt a kérdés dolgokból, azok rendszerűek, hogy miután mi a nyugati világhoz tartozunk, mindenhoz a kerületi származás, a gyökerek ellen is, mi a nyugati világhoz tartozunk, de el kell foglalni a helyünket az Európai Unióban és a NATO-ban, ezért minden figyelem ezeknek a kapcsolatrendszerek a kiépítésével összpontosult. Ennek aztán meg kellett következménye a gazdaságban is, ha megnézik, akkor azt fogják tapasztalni, hogy Magyarországon több mint 2/3 az exportunknak, tehát az állókivitelünknek az Európai Unió területei felé kell. Ami azt mondja, ez jó hír, mert csak magas minőségű termékeket fogadnak be, tehát ez egy pozitív. Azonban, ahol baj van, és az elmúlt időszakban ott voltak piaci bajok, akkor viszont nehéz helyzetbe kerülnek a magyarországi exportálók is, ez a kezdődés. Következésképpen a magyar exportpiacokat azokat szélesíteni kell, sokszínűsíteni kell, több lábra kell állnunk, és itt a déli, a tőlünk délre eső országban, sokat segített. Történetileg egyébként ez mindig is a mi természetes vonzás között. Tehát Magyarországon délre eső területek, azok történetileg hosszú évszázadokon keresztül a magyar gazdasági aktivitás első számú helyzetén jelentették. Ahol az ott élők is, és kimondott is elég sok jövőzletet, és magas profitokat érhetünk el, még egyszer mondom, évszázadokon keresztül. Ezért miközben a magyar politikai közbeszédben a balkán kifejezés általában negatív és inkább olyan kategóriát, hogy érdemes magunkat megkülönböztetni, a gazdasági igazságot és a gazdasági érdek az, hogy nekünk a Balkán a legfontosabb gazdasági tevékenység szempontjából számba vehető terjeszkedési terület. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy déli irányba fejlődjük. Ez speciál éppen főleg a kevédéti, mert én Horvátországot sosem sorolnám a Balkánhoz, és a nyugat-balkán kifejezésen tartok egy értelmes kifejezésnek, hiszen itt a római keresztény kultúrától kínos országban van szó, és ez a kulturális nyoma lesz fontos. Ezért engedem a horvátokat, amikor sérfélezik magukat, hogy a balkáni országok mondják, nyugat-balkáni országok mondják őket, de ez most nem tartunk ide, nekünk Horvátországban is, és a valódi Balkán irányában is a lehető legerősebb gazdasági aktivitást kell kifejteni. Ehhez egyébként közlekedésre van szükségünk, ebből a szempontból sokat segít az M6-os, és sokat fog segíteni az M60-as, és nagyon szeretném, hogy a Boszniában is minél nyomorra be tudnánk jutni, ott sincsen nagy hiányú oltópártokat, nekünk szaraján